Sziasztok, én Csecsekszők, és ez pedig itt a FIFA 15 sorozatom első része, amiben egy olyan dolgot kezdünk el, hogy minden héten az a héten jár Barcelona mennyit, na. Szóval, amilyen meccset fog játszani a Barcelona, az ugye a matchday live-ban lábírta is játszani előre, és most én is le fogom játszani, mégpedig az Eibar ellen fogunk játszani. Az Eibar a 14-dik, mi az elsők vagyunk, mi meglepő. És hát most van itt egy olyan hír, ugye ezt olvastam én is az interneten, hogy a Madrid elcsente a Barcelona elől Danilót, ugye jobb hátvédet, hát ez már a vezetőség dolga, hogy miért nem tudunk normálisan lefoglalni egy játékost, még az eltiltás miatt így, vagy közben is, úgyhogy. Na, szóval a Matchday Live lesz majd Ultimate Team is, Ultimate Team a Minecrafton kívül, szóval Play Match, ugye Messi vezet a összesített. Nem mondját? És miért van? Szóval most az a szerverei megint baszakodnak, úgyhogy lejátszunk csak itt simán. Az aktuális fel letöltve, de valamiért nekem most nagyon szarakodik ez az egész dolog. Valamiért nem akar jó lenni. Úgyhogy így letesszük. És... Na szóval, Barcelona. Eibar. Elcse. Ja, SD Eibar, vagy DS. SD Eibar. Oké. Cukker, csak ezem ez lehet. Na mindegy. Bácsi gyorsan a csapatokat. Tökéletes. Habár én itt egy olyat változtatnék, hogy Busquets helyett, nem, ezt majd csak fél időbe fogjuk majd, Matthieu-nek itt kell lenni, és Bartra-nak. Jó van, tökéletes, Rakitic, oké, nem tudom mi, nem még egy középpályásunk van csak. Na szóval, profi szinte játszunk, azt ott írja is fenn nektek. 4 minit, és tiszta idő. Közelebb hozzuk kicsit a mikrofon, mert nem akarunk halkak lenni. Jaj, nem a... Túlszott. Az olyan mindig beakadó terem, megy szépen normálisan. Úgyhogy... Jó, ezt még előítettem a között a meccsemásomban. Na szóval. Yeah! Végre fel tudom venni ezt a nyomoronc játékot, nem szaggat. És nem, semmi Avermédiát nem szereztem be, úgyhogy... Most lehet ez csak egyszerű alkalom, de ezt most megragadom. De miért ragad bele Álves? Ugye? Jövő héten játszunk a Bajnokok Ligájában is. Hétvégén az Eibar ellen, vagy vasárnap, vagy szombaton, pontosan nem tudom. Ugye... Most beszélek, mert hogyha FIFA, akkor én már beszélek a fociról, mert szeretem. Ugye hétvégén sikerült a Real elé ugranunk. Mégpedig úgy, hogy kikaptak a Bilbao otthonában. Otthonában. Előtte pedig ugye a Villarreal ellen játszottak 1-1-et. Ami 4 pont veszteséget hozott elő. És ami, ja... Mindjárt, csak közben... Tisztom, mint egy kommentátor. Na, valaki nem akar indulni? Busquets! Ugye ő lesérült. És most is lesérült, úgyhogy fasza. Nem baj. Nem kell ide letölteni a Matchday Live-a aktuális tudsz. Já, csak... Most sétál a pályáról, most sétál a pályáról. Vagy nem? De most sétál le. Nem baj, ugye hétvégén megsérült. Messi. És oda a fickába. Nem. Gyerünk, gyerünk. És ugye most lesétált, úgyhogy be is vetetjük egyben, amit akarunk. Mindjárt, amit lent lesz a pályán. Majd úgy is jelezni fogja, hogy cserélni kell. Addig viszont nem. Mert hátha. Piqué. Alba. Jordi Alba. Felvettek nyugodtan originálni Csacsa 13 néven fönt vagyok, ez elég gagyi lett. Nem jött senki.
Azt hogy ezt a videót is megbevaj látjátok, mert nem akarok de sokat felvenni. Mondjuk szerintem 15 percig kijön mindig egy meccs. Az úgy tökéletes. Persze Ultimate Team-nél meg lesznek vágva a meccsek. Messi. Messi. De miért? Most beakadt. Tere már! Le van sérülve ez nem. Amúgy azt bírom a FIFA-ból, hogyha lesérül valaki egy után, idő után eltűnik valamelyiknél a sérülésre, és fut tovább, és aztán a meccs végén sincs az, hogy hú, megsérült bakaszalagszakadás, vagy valami, vagy izi zúzódás, izi pár nap pihenő, semmi. Lehet, ez hiba vagy csak én vettem, de régebben nem volt ilyen egyszer se. Jó van. Beszél, de amúgy most játszok először videóban, úgyhogy én kicsit izgulok amúgy is. Miatta. Van egy karriermódom is. Az már 18-as szezont járom éppen. Teljesen átformáltam a kereket. A B csapat nagy része fönt játszik, akik úgy jók. Hajlovic az élem, akit már felfejlesztett, tehát az évek alatt felfejlődött. 87-es, milyen 97-es. Messi az 96-os, tovább már nem is tud fejlődni, szerintem nem is tud. Nem is lehet. Jó, jaj, bár! Most már játszunk normálisan. Na, cserélni kellett volna. Antos Messi. Antos Messi. De minek érsz bele? Pillanat. Leveszem a hangot. Mert nem tudom pontosan, hogy jó lesz a hang. Ez most... Jó, ne, nekem nem manuális átváltás kell. Game settings. Visual audio. Commentary. Publikum. Sound effect. Bom. Ennyi. Nem is tudom. Na most már valamennyire jobb. Mondjuk amikor üvölt a Barca közönsége, az totálisan jó. Ugye most is hazai pályán játszunk meg, de ha? Úgyhogy... Jön Alba. Alba beadja, és Suárez. Gól. Amúgy is nagy formában van Suárez is, a három csatár közül. Na hát most is megmutatta a gyút. De ez félóló volt szerintem amúgy. Oldózás volt ez. Csak a FIFA-ban kicsit... fordítva sikerült, ez nagy volt. Hát azért most egy Róni féle, amit a City előtt pár éve, de azért félolló oldalvást valahogy. Úgy van, és most nem már kéne ott beindítani a túloldalt, bár nem. Ott! Ott van! Mondtam. Ott indul, erre lehet számítani. Totálisan. Van picit szaggat, de hát most, bocsánat. Nem lehet elnyomni. Yeah. Jaj, de jó. Úgyhogy most se cseréltem le Busquets-t. Ajjajjaj. Ott a túloldalt. Túl rövid. Suárez. Játsszuk. Na és fél időhöz érkeztünk. Én általában nem meccs közben, tehát nem a fél idők közben szoktam. Fél idő. Első fél, tehát a fél idők között szoktam cserélni, hanem inkább szünetben. Ami most is be fog következni, és olyan cserét hajtunk végre, hogy ide. Matthew fog bejönni. Szeretem Bartrát, imádom, de most Matthew fog bejönni. Mascheranót feltöltöttük a posztjára. És csatárposzton mi nem nézünk, úgyhogy majd a harmadik cserét ki fogjuk használni csatárposzton. 2-1-re vezetünk, hajrá! Ott a túladat. Hú, oda íveltem a mellére. Na, nem akar valaki elindulni? Most be akarom elé ívelni. Úgy. Azt nem maszkerálom. Iniesta. Istennek ugye Real Madrid továbbított. Nagy nehezen.
Most hullámvölgy van végre a Real. Jó csapat, mert minden, de végre hullámvölgy van. Úgy, mint mi voltunk régen. De megmondom őszintén, évek után ez a legjobb Barca szerintem. Tehát Guardiola korszakja után, utolsó éve után, sőt utolsó évében is már nem voltunk valami jók. De még utána jött két sikertelen szezon, nem írom le Tata Martinót se, meg Villanovát se, de nem bírták visszahozni a régi Barcát. De most, oh! Néhogy bírom, de amúgy ja. Amúgy 30 valanyas szintű vagyok, 36, ha azt láttátok éppen. Megint nem jött össze az ívelés. De persze, mivel ez az Eibar, tehát jövő héten valószínűleg várható egy El Clasico, ebből kifolyólag. Mivel ugye jövő héten 21-2-én talán játsz, van az El Clasico, pontosan még nem tudom, majd megnézem. De biztos, hogy hétvégén van, és biztos, hogy este, és biztos, hogy nem hétfőn. De most ezt... Jó! Rakitic, komolyan mondom. Beszélek itt össze-vissza, és nem tudok koncentrálni a játékra. Erre majd le kéne szokni. Úgyis megvágva lesz a jól. Ez ilyen bemelegítésszerű cucc, ez az első videó. Kipróbálom én is, hogy mennyire jó. Hop-hop-hop. Hop-hop-hop. Á. Bravo. Módszer is egállett. Igaz, hogy oda nyomtam, hogy oda passzolja, de nem baj. Áh, te Suárez! Visszarántotta ember, nem veszed észre? Amúgy azért nincs úgy a kamera beállítva normálisan, mert nincs állványom, szóval most is úgy van, hogy rajta egy mini dobozom van, meg 6 vastag könyvemről ráraktam. Szóval, és így a monitor mellett van. De majd lesz. Talán, de hát az sem volt csomó, én nem vagyok ilyen kőgazdag, mint ő. Ott van. Szóval ez 2. Kirúgta második gólt amúgy? Messi. Vagy azt is szóval ez lőtte? Mert valamivel kiegyenlítettünk, vagy lett 2-1? Csak én nem emlékszem. Vagy Suárez golyával egyenlítettünk, de Suárez biztos lőtt, mert beszéltünk is az oldalról. Júj. Jó van. Labda volt, úgyhogy nem lett 11-es. Daniel Alves. Nem baj. Beíveljük. Piqué, Alba, majd megpattant, nem baj. Alba, lőttem már, amúgy mostanában szeretem oda beívelni, mivel csak Piqué az egyetlen normális magas ember, aki úgy kicsúszik a többiek közül. Szeretem beívelni oda Albához, mert már valamelyik meccsen is lőttem akkora gólt vele onnan kapásból, ha nem is, meg nem is, volt olyan, hogy nem is kapásból, de kapásból is akkorát lőttem vele. Úgyhogy bízok benne a lábában, az ő bal lába se rossz. Még a futóképessége is rohadt jó. Bocsánat a kifejezésért, de... Má. Az majdnem bepattant. Mondjuk 3-1-ben nem tudom, mit izgulok. De mondjuk... Júj! 4 perc vége a meccsnek. Nem, még tovább engedi. Indítsd. Húba. Matyjö! Bravo. Bravo volt ez, bravo. Szerintem már ugye a szöget végén vége is van a meccsnek, úgyhogy... Hop-hop.
Szép. Alba. Na, úgyhogy vége van a meccsnek. Én köszönöm a figyelmet, hogyha akartok még ilyen videót, szívesen látnátok ilyen videót. Nem azt mondom, hogy át fog alakulni teljesen a csatorna, és akkor csak ezeket fogjátok látni. De mivel megvan eredetőbb, ezért szeretnék ezzel foglalkozni jobban, és amúgy igazából ezért is vettem meg, mert ugye én már évek óta gyűjtöm a FIFA sorozat részeit. A 08 óta, már 06-t is játszottam egy PS2-n. Ilyen a kontrollerem. Ez egy PS2-es kontroller. A PS2-höz vettük, mert nekünk csak az alap volt. Még jó pár éve, amikor meglett a PS, akkor vettük ezt hozzá. Ez tökéletesen működik, nem tudok vele normális, nem is lehet vele nagyon cselezni, mert az Xbox kontrollerhez van szokva. De lehet, hogy Playten beszerzünk egyet. És nem is 360-asat, hanem vanosat. És akkor ja. És lehet az is, hogyha már ez működik, akkor ez egy GTA 5 gameplayek is lesznek még, ki tudja mit hoz a jövő, még van egy hónap. Mire ki, milyen a játék, lehet, hogy Playten olcsón leárazásként meg lesz a játék, és akkor meg lehet venni, és akkor ja. És én köszönöm a figyelmet, nyomjatok egy lájkot, ez lett a videó. Sziasztok!